Szia, Zoli! Szevasz, Józsikám, rég láttalak. Mi van veled mostanában? Összejöttem a csajjal. Melyikkel is? Nem ugrik be hirtelen, hogy melyikről is beszéltél legutóbb. A Zsuzska, tudod. Ja, persze. És hogy áll a dolog? Ez össze fog jönni végre? Úgy értem, lesz belőle kapcsolat, vagy vele is lezárul a történet az ismerkedést követően? Hát, igazából még nem volt semmi, de nagyon jól el vagyunk egymással. Olyan, mint én. Szeret ő is az állatokat. Minden reggel fel kell időben, hogy mielőtt elmegy dolgozni, megetethesse a jószágot. A tehenet 10 perc alatt megfejé, pedig van ám teljesítmény ezeknél a holsteintarka, tudom is én milyen teheneknél. Ha nem jön le róla alkalmanként 10 liter tej, akkor semmi. Nem mondod, akkor ez tényleg egy belevaló csaj. Az ám, az istáló kitrágyázásánál sem finturog. Úgy szórja a vasvillával, hogy még. Le vagyok döbbenve. Jó cókám, te valóban megütögetted az Isten hátát. Igen, én is úgy érzem, főleg, hogy a szülei is egy pillanat alatt elfogadtak. Nocsak, és mibe került neked ez a fene nagy elfogadás? Szerintem a Zsuzska már bereklámozott jó előre engem, mert az apja azonnal pálinkával kínált, mikor először oda mentem. Pedig mogorva is szigorú, de legfőképp távolságtartó paresztembernek tartja mindenki. Olyannak, aki nem köt csak úgy barátságot, már pedig nála az, ha pálinkával megkínál valakit, bizonyos, hogy barátság kezdetét jelenti. Hogy keveredtél oda? Meghívtak, vagy csak egyszerűen és határozottan beállítottál, mint kérő? Az úgy volt, mint mondtam, hogy a Zsuzska már jó előre bereklámozott engem. A lényeg az, hogy a Zsuzskának előttem már volt egy 2 éves kapcsolata, egy dénes nevezetű illetővel, akiben nagyon nagyot csalódott. Sokáig lelkibeteg is volt miatta. A szülei a dénest igazából sosem szerették, mintha tudták volna előre, hogy mi lesz a vége. Mikorra már pont megkedvelték, lelépett az űrge. Hát ennek fényében persze engem is fenntartásokkal fogadtak volna, és ezt elkerülvén a Zsuzska szerintem jóval több jót mondott róla, mint ami való. Hát gondolom emiatt következhetett be, hogy egyből disznőlésre hívtak. Hát pontosabban már egy nappal korábbra, hogy mégse a nagy munkálatok közepette kelljen megismerkednünk. Jól hangzik. És hogy telt a beszélgetős nap? Meg volt a közös hullámhoz? Jaj, nagyon is. Igen jó fejek az öregek. Ha nem ittunk meg fejenként aznap fél liter pálinkát meg egy liter bort, akkor semmit. Azt a mindenit. Akkor volt másnaposság a disznőülésen, gondolom. Á, dehogy. Egész nap, mármint mikor piáltunk, nyomtuk a szalonnak a kolbászt hordos káposztával. Így másnap semmi vajunk nem lett. Jól van, Józsikám. Örülök, hogy végre megtaláltad a boldogságot a sok fapina után. Hát igen. De mi esett a legjobban? Azt hittem, hogy rögtön elsírom magam a meghatottságtól, mikor a disznőöléses nap végén félre hívott a Zsuzska az egyik szobába, mélyen a szemembe nézett és könnyes tekintettel azt mondta. Józsi, te egy nap alatt elérted apámnál azt, amit a dénes csak a kapcsolatunk végére volt képes. Neki apám 2 év után adta a kezébe a kést, hogy szúrja le a disznót.